Sziasztok! Ha benzinszagot éreztek az autóban, amikor mentek, akkor megmutatom a hiba okát, valószínűleg ez lehet. Szokták mondani, elől a szénszűrőnél, hogy rossz a szénszűrő, az elől, ami a sávvédő alatt van, de volt olyan ismerősöm, akinek szarrá volt törve, és nem volt benzinszag az autóban, úgyhogy megmutatom az általában, mi szokott lenni a probléma. Menjünk, nézzük meg. Na, ez a probléma is orvosolva. Ki van cserélve. Itt a régi. Elég jól néz ki. Itt van a tanksapka. Ugye kell egy kulcs. Le fogjuk ezt szerelni. Megnézzük mögötte a dolgokat, mert itt szokott lenni a hiba forrása 90%-ban. Itt van 4 darab Torx csavar, azt kell kicsavarni és ki tudod venni. Alul is van egy ilyen tartóka, az itt van alul, itt bent, az leszokott ide esni a betéthez, hogy arra figyeljetek, és azt is majd vissza kell rakni. Csavarjuk az összes csavart. Macska nem mész be az autóba. Nem volna be a macska a kocsiba. Szépen elrakjuk a csavarokat. Mi kézzel kiharasztunk. Vannak a csavarok, még rajta van a téli kerék, nem igazán használtuk most a kocsit. Rosszul mondtam, mert itt van az a vacak, ami fogja, az pattan most be, nem itt alul, hanem oldalt. És most megpróbáljuk levenni róla a burkolatot. Becsukjuk és levesszük. Beakadt oda. Na most, na hülye macska, itt ugrál rajtam. Az a lényege, hogy itt van hátul egy túlfolyó cső, nem tudom mennyire lehet látni. Ott hátul, megpróbálok valami lámpát is szerezni. Az szokott lejönni. Majd mindjárt kerítünk valamit. Na srácok, hát mindjárt megpróbálom úgy mutatni, hogy lehessen látni, de ott van hátul egy túlfolyó cső, ami rámegy a végére, de marhára nem lehet látni. Most már ott van, ott van letörve, úgyhogy most le kell venni a kereket is, meg a dobbetétet is, hogy könnyebben hozzáférhessünk, mert a cső becsúszott valahova, és azért van benzinszag az autóban. Mivel nincsen csőm, ezért elintéztem zsugolt csővel. Nem tudom, mennyire lehet látni. Hát meghekkeltem zsugolt csővel. Dobbetétet vissza kell rakni, meg a kereket, aztán ennyi. Na, sziasztok!